Ez itt az Orpa Pokoli Operátor Tűzfala című előadás. Volt szerencsém az utóbbi hetekben újraolvasni a Pokoli Operátor naplóját, ennek örömére a cím. Ismét jól szórakoztam, és azt gondolom, hogy ott a kifogás naplóban néhány jó bejegyzést lehetne tenni egyéb iránt az Orp kapcsán. Az Orpot a Balabit IT Security Kft. Fejleszti, ez egy nyílt forrású termék, de erről még a később lesz szó. Engem pedig Fejfer Szilárdnak hívnak, és senior szoftverfejlesztőként dolgozom ennél a cégnél. No, mi is tulajdonképpen az Orp? Magából a névből ugye viszonylag nehéz kitalálni, hogy tulajdonképpen mi is lenne ez. Ha itt a látható karikákon végigolvasunk a megfelelő sorrendben, akkor ugye azt találjuk, hogy ez egy nyílt forrású moduláris proxy tűzfal, akkor próbáljuk sorra venni, hogy ez tulajdonképpen mit is jelent. Magát a kifejezést nyilván, hogy tűzfal olyan sokaknak itt gondolom nem kell magyarázni, mégis egy röpke gondolat erejéig menjünk bele, hogy ez mit is jelent. Azok kedvéért, egyébként, akik az Orpa már valamelyest megismerkedtek, érdemes megjegyezni, hogy ez egy applikációs levelű, application level, vagy applikációs levelű tűzfal, ami annyit tesz, hogy ellentétben például a netfilterrel, itt nem csak az izósi rétegek alsóbb tartományaiban van szerencsénk matatni, hanem attól följebb is, egészen olyan protokollok szintjeig, mint a HTTP, FTP, SMTP, stb. Magából a protokollból szedhetünk ki adatokat, azok alapján hozhatunk mindenféle okos döntést arra vonatkozólag, hogy adott hálózati forgalmat most szeretnénk átengedni, vagy nem szeretnénk átengedni. Sőt, ettől többet is tehetünk, magát a forgalmat még módosítani is tudjuk, de erről megint csak lesz szó. Mit jelent az, hogy natív proxy? Van egy kisebb félreértés az Orp kapcsán, amit így mindjárt az elején szeretnék eloszlatni. Az Orp, mint olyan, Python nyelven konfigurálható, ugyanakkor maguk a proxyk egyébként nem Python nyelven vannak, íródva, csúnya magyar kifejezéssel élve, azok natív C nyelvű proxyk, aminek nyilván megvan a maga performancia következménye például a Pythonnal szemben, ezért is van ez a választás. Azt hozzá kell tenni, hogy minden egyes proxyhoz, egy C nyelvű proxyhoz tartozik egy Python interfész, valószínűleg ebből adódik a félreértés, hogy itt bármi protokollelemzés Pythonban lenne írva. Easy to customize, hát igen, talán annak a célközönségnek, akiknek elsősorban a Zorp számba vagyon, azoknak igaz ez a kifejezés, hogy ezt könnyű testre szabni. Annyiban könnyű testre szabni, hogyha valaki ismeretes a Python nyelven egy kicsikét, akkor viszonylag könnyen tud olyan konfigurációkat összevarázsolni, ami az ő specifikus problémájára ad megoldást. Lehet, hogy másnak ez kevésbé hasznos, lehet, hogy egy széles körben soha nem fog elterjedni az a megoldás, viszont az adott konkrét problémára, ami a hálózatban felmerül, tökéletes lehet. Jó. Proxy. Most már többször megemlítettem ezt a kifejezést, anélkül elmagyaráztam volna, tehát itt érdemes kitérni erre a történetre. Az Orpon belül a proxy tulajdonképpen a protokollelemzőt, mint olyat jelenti. Az Orpnak két változata is létezik. Egyrészt az a változat, amiről itt szó esik, azaz az Orp GPL, és van egy kereskedelmi változatunk is, az Orp Professional néven. A legnagyobb különbség talán a proxyk, vagyis a protokollelemzőknek a számában van. Ahogy látjátok, itt 9 darab proxy van felsorolva két oszlopban. Hát én azt mondanám, ugye, hogy a bal oldalt vannak az épkézlábnak nevezhető proxyk, gondolom sok magyarázatot nem is igényelnek, hogy HTTP, FTP, SMTP, PROP3, ezek a kulcsszavak mindenki előtt ismertek. A jobb oldalt kicsikét a futottak még kategória kör. Hát igen, én is használtam már Fingert, biztos más is használt már Fingert, Whoist azt gyakorlatilag minden másnap, Telnet nélkül meg élni se lehet. És akkor van a kakukktojás ebben az oszlopban a plug, ami tulajdonképpen semmi más nem csinál, mint hogy biztosítja a kliens és a szerver közötti kapcsolatot anélkül, hogy abba egy kicsit is belenyúlna, bármit is azon belül értelmezne. Ennek önmagában úgy tűnhet, hogy kevés értelme van, de később még ki fog derülni, hogy ennek is megvan a maga haszna. Ezektől teljesen külön a Joker, azaz az AnyPy proxy,
mit jelent ez a ZenPy Proxy. A moduláris felépítésből fakad, hogy azzal együtt, hogy megvannak a mi kész protokoll értelmezőink néhány proxyra, amik itt a táblán is szerepelnek, mindenki saját lelkesedésből is írhat saját proxyt. Ha a lelkesedése valamivel nagyobb, akkor ezt nekifuthat és ezt szénnyelven írhatja meg. Ha a lelkesedése valamivel kisebb, akkor lehetősége van arra, hogy egy már létező proxyt használjon, ez az ZenPy proxy, ami Pythonban van a nevéből adódóan hírva. Maga a socket kezelés, a kliens-szerver kapcsolatkiépítés és mi egyebek már ebben a proxyban készen adottak. Itt már semmi egyebet nem kell tenni, és ezt egy kicsit idézőjelben, mint megírni a protokoll elemzőt Pythonban. Ha valakinek mondom ingerenciája van arra, hogy saját proxyt írjon, akkor az így is megteheti. Mit jelent az, hogy moduláris? Ez egy remek jó kifejezés, mindenki használja, mindenki nagyon szereti. A másik ilyen joker szó majd még előkerül, az az interoperabilitás. De most maradjunk ennél. A proxy inheritance. Azok a proxyk, amiket láthatok fel, azok a protokoll értelmezők, nagyon szépek, nagyon jók, de ha mi szeretnénk azokat bővíteni valamilyen funkcióval, akkor szükségünk lehet arra, hogy azt készen megkapjuk, és abból származtasson kicsikét, és a működésén valamelyest módosítsunk. Erre lesz jó az a proxy inheritance. Foghatjuk magát az alap HTTP proxyt, amit minden tud, amit nagyjából tudnia kell, és azokat a specifikumokat, amikre konkrétan az adott helyzetben nekünk szükségünk van, azt egy származtatott proxyn belül fogjuk tudni megtenni, ami a gyakorlatban ugye annyit tesz, hogy nekünk azt és csak azt a funkciót kell lefejlesztenünk, amire kifejezetten szükségünk van, minden egyéb adott. Program stacking, ez még egy nagyon mókás funkció egyébként az Orb GPL-nek, és azt is hozzá kell tenni, hogy meglehetősen friss is ez a funkció. Ez a korábbi, illetve a legutóbbi release-be került bele. Körülbelül annyit tesz, hogy bármelyik proxyhoz hozzá kapcsolható egy külső program. Miért jó ez nekünk? Elsősorban azért, mert olyan alkalmazásokat tudunk így illeszteni magához az ORP-hoz, amivel mondjuk például tartalomszűrést tudunk megvalósítani. Az ORP, mint olyan, egy proxy tűzfal, nem is akar több lenni, nem is akar kevesebb lenni, tehát vírusszűrést, spamszűrést és mi egyebeket közvetlenül nem támogat, viszont közvetetten ennek a program stackingnek a segítségével igen. Tehát meg tudjuk azt tenni, hogy ami a HTTP protokollban például a GET parancs hatására visszafelé jön adat, azt átadjuk egy külső programnak, például vírusellenőrzésre, és amit a külső program mond, hogy jó vagy nem jó, az alapján mi átengedjük azt a forgalmat, vagy visszautasítjuk magát a forgalmat. A harmadik kifejezés, vagy a harmadik moduláris témakör a ZORP-on belül az általános SSL kezelés. Ez is egy viszonylag új feature, egy meglehetősen komoly átszervezés eredményeként sikerült azt elérni, hogy minden egyes proxy tud SSL-t kezelni. Nem kötelezően, de tud. Hol van ennek ugye a haszna? Ott van a haszna, hogyha akarunk egy HTTP proxyt használni, akkor az egyfelől lehet HTTP proxy, másfelől viszont lehet HTTPS proxy is. Tehát meg tudjuk azt tenni, hogy magának a proxynak elmagyarázzuk, hogy milyen SSL beállítások érvényesek a kliens, illetve milyen SSL beállítások érvényesek a szerver felé, és voilà, van egy olyan proxynk, ami a szerveltől érkező titkosított kapcsolatban lévő adatot kibontja, azt, mint HTTP proxy értelmezze, a kliens felé nyilván ezt a titkosítást visszacsomagolja, és abba beletömködi az adatot, amit a szervertől kapott. Mindeközben persze értelmezi magát a HTTP proxyt, és ezt az összes többi proxy is ezzel a lendülettel tudja. Nyilván lesznek olyanok, amiknél ennek kevesebb értelme van, mondjuk hát SSL-en belül, szerintem nem olyan gyakori, hogyha valaki whoist akarna használni, de hát a jó ég tudja. Ami még következménye ennek a történetnek, ennek az általános SSL kezelésnek, hogy a kliens és a szerver oldali SSL beállítások egymásra teljesen függetlenek. Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy megvalósítható ZORP segítségével az, hogy a szerver felé fixen SSL-t beszélünk, a kliens felé viszont nem. Erre egyébként majd később még látunk példát.
Open source. Jó, hát ez mondjuk nem túl meglepő egyébként ezen a konferencián, hogy ez egy open source termék, de mégis csak is kifejezetten az olyan licenszhuszárok kedvéért, mint én is, azt is elárulom, hogy tulajdonképpen ez mit jelent. Tulajdonképpen három összetevőről beszélünk, magáról az ORP-ról, ami középen csodálható meg, ez a maga a tűzfa. Ehhez tartozik egyébként egy library, amiben remek jó és remek sok, például szálkezeléssel kapcsolatos történet van, ez a libzorpele, és van egy kzorp nevű kernel modulunk, hogy ne legyen annyira az egyszerű az élet. A kzorp az olyan, amilyen, tehát mivel hogy az kernel modul, neki ugye szegénynek muszáj GPL-nek lennie, tudjuk, hogy ez ilyen virál, marketinges, licenszes dolog, tehát nem tudtunk mit csinálni, kénytelenek voltunk. Az ORP-nál nem voltunk kénytelenek, és mégis ezt választottuk. A libzorpelelnél meg hát ugye azért LGPL, hogyha valakinek lelkesültsége támad, és valamilyen más szoftvert a libzorpelel segítségével szeretne bővíteni, hát akkor tegye, még akkor is, hogyha ezt nem feltétlenül nyílforrású alapon szeretné csinálni. Jó, most, hogy már tudjuk, hogy mi az az ORP, érdemes lenne talán elmondani, hogy mire lesz az nekünk tulajdonképpen jó. Itt van néhány kulcs kifejezés, ami most akkor így végig szaladnék, hogy ezekben a kategóriák körökben mennyiben tud minket az ORP segíteni. Access control. Nyilván hálózatkezelés egyébként hozzáférés vezérlés nélkül nehezen képzelhető el. Ezt végül is bármivel meg tudnánk csinálni, akár egy netfilterrel is. Lássuk, hogy miért jobb választás talán az ORP. Ugye két kérdés van, amit az access control kapcsán meg kell tudni válaszolni. Ebből az első az, hogy kik azok, akiknek jogokat kívánunk adni valamilyen hálózati erőforrás elérésére. A kik kérdése, ugye netfilter alapon általában IP címekkel válaszolódik meg, hogy az XYZQ IPU gép valamit valamilyen formában elérhet. Nos, erre egyébként az ORP így és ebben a formában is képes. Ugyanakkor van egy másik lehetőség, hogy mi azt mondjuk, hogy bár az IP címeink is adott esetben tükrözik a jogosultsági rendszer, tehát a subneteink valamilyen rejtélyes oknál fogva nagyon hasonlítanak arra, ahogy csoportokba szervezzük egyébként jogosultság alapján a hálózat tagjait, de mégis egy másik módszert szeretnék választani. Ezt az ORP-os topológiában egyébként zónának hívják. Mire jó ez a zóna? Két dologra is. Az egyik az, hogy egy zóna az tulajdonképpen IP címek, pontosabban IP szabnetek halmaza. Tehát ebben tetszőleges mennyiségű IP szabnetet rendelhetünk össze, majd ez az összerendelés, mint egy halmaz, egységként fog utána működni, és ezekre fogunk tudni hivatkozni a tűzfal szabályainkból. Ami igazából arra lesz nekünk jó, hogy bármilyen is a hálózati IP címek kiosztása, mi egy adminisztratív rendszer tudunk ezzel a zónával felépíteni. Igazából nekünk, mikor jogosultságokat adunk és veszünk el, nem az a fontos, hogy milyen IP címeink vannak, hanem az igazából fontos, hogy mely IP címek tartoznak adminisztratív szempontból egy csoportba. A adminisztratív csoportba tartoznak nyilván a főnökök, akiknek ugye kell valami olyan szabályt felvenni, ami hirtelen és nagyon gyorsan mindent megenged, meg vannak, akik kevésbé főnökök, azoknak valamivel szigorúbb szabályokat akarunk, és akkor főnökök jobbra, és akkor nem főnökök balra, és akkor ez egyikeknek ilyen zóna, másikaknak olyan zóna. És ha jön egy új főnök, és szegény abban a kellemetlen helyzetbe esik, hogy neki már a főnökök IP címei között ugye már nem maradt, mert annyi sok főnököt sikerült felvenni a cégbe, akkor mi van? Tehát akkor ugye kilóg abból a subnetből, amire ugye eredetileg mondjuk felvettük a mi netfilter szabályunkat, és akkor most egy nagyon kellemetlen helyzetbe kerülünk, mert vehetünk fel még egy szabályt, akkor az plusz, és akkor szekvenciális a kiértékelés, és akkor most mi lesz? ZORP esetében ez a probléma így és ebben a formában nem merül fel. Van az a zónánk, ami a főnökökre vonatkozik, az új főnök mondjuk per 32-es IP címét, azt még mellé strófoljuk az összes eddigi IP címnek, és varázslatos módon pont ugyanaz, ami az összes többi főnökre vonatkozik, az hirtelen rá is vonatkozni fog. Mi a másik, ami egyébként előnye a zónáknak? Az a másik előny, hogy ezek a zónák faszerkezetben rendezhetőek, és ebben a faszerkezetben a jogok öröklődőek. Örököltethetőek, és maga az örökölt
tetés megállítható, eztán így elsőre egy picit bonyolultó hangzik. Mindenesetre, ami a fa tetejére esik, például jellemzően mondjuk a HTTP-t, tehát azt azért szoktuk mondani, hogy a HTTP általánosságban véve mindenki számára elérhető, egy némely, amúgy gyakran látogatott weboldalak kivételével. Ezt ugye még a fa tetején megengedjük, majd akkor a fában ez szépen lefelé öröklődik, vagyis akárhogy is építjük fel ezt az adminisztratív hierarchiát, ez a HTTP elérés a lenti szinteken is igaz lesz, tehát ezzel már nem kell törődnünk. Amit egyszer fönt mind általános érvényű szabályt megadtunk, azzal lejjebb már nem kell törődnünk, kivéve a kivételt, tehát van az az eset, hogy valamelyik főnök adott esetben nem teljesítette az éves, amúgy teljesen irreális célt, ezért aztán büntető kasztba került, akkor nála adunk a fában egy kivételt, hogy ő mégsem. Jó. A másik megválaszolandó kérdés a hozzáférés vezérésnél, hogy mi az, amit engedélyezünk. Erre a kérdésre mondjuk a netfilternél, ugye megint csak IP és port szinten tudunk legfeljebb választ adni, holott maga a szabályrendszer igazából nem erről kellene szóljon, hiszen az igény sem így jött. Tehát tulajdonképpen hogy fogalmazódik meg az igény? Az igény úgy fogalmazódik meg, hogy teszem azt, valamely weboldal elérhető legyen valamely belső hálózatból. Na most persze ezt meg lehet úgy is valósítani, hogy megnézzük annak a weboldalnak az IP címét, tegyük fel, hogy mondjuk a standard 80-as porton érhető el ott a webszerver, akkor erre felveszünk egy remek jó netfilteres szabályt, és akkor azt mondhatjuk, hogy hát mi letudtuk ezt a problémát, mert hát az elérhető és pont. Ugyanakkor az is igaz, hogy azt a kitételt, amit tettek nekünk, hogy az elérhető legyen, teljesítettük, mégsem teljes körűen. Hát igazából itt egy meglehetősen nagy lyukat ütöttünk a tűzfalon, mert bármi, ami azon az IP címen a 80-as porton jön, azt mi tulajdonképpen elfogadjuk. Függetlenül attól egyébként, hogy az HTTP-e vagy sem. Most igaz az, hogy tűzfalaknál, netfilteres tűzfalaknál nagy általánosságban igaz az, hogy a 80-as portot, mint olyat, meglehetősen nagy lyukként szoktuk a tűzfalon átengedni, vagyis úgy kezdődik általában, vagy viszonylag sok helyen a netfilter szabálylista, hogy kifelé a 80-as port az nyert. Most innentől kezdve bármi, ami a 80-as porton valahol a széles internetben üzemel, az nyert. Függetlenül attól, hogy az HTTP-je vagy sem. Ez egyébként nekünk, mint szakembereknek jó hír, mert mi a 80-asra felhúzzuk az SSH-t, és akkor onnantól minden van. De mint rendszergazdának ez kevésbé jó hír, tehát a kutya közönséges földi halandóknak majd jó lesz, hogyha a HTTP-t betartatjuk velük, mi meg majd csinálunk magunknak valami jó pofa szabályt, amivel mégiscsak megy az SSH. Szóval egyrészt kikényszeríthetjük azt, hogy tulajdonképpen az a forgalom, csak az a forgalom mehessen keresztül azon a szabályon, vagy azon a részen, amit mi megadtunk. Ez ugye ott a második sorban veszővel elválasztott részek közül a második, de mit jelent többi? Egyrészt ez önmagában nagyon fontos kérdés, hogy ki tudjuk kényszeríteni a protokollt, ez már önmagában megvéd minket ugye bizonyos típusú támadási és visszaélési lehetőségektől. Nyilván nem mindennek a teteje, de valamire jó lesz, illetve viszonylag sok mindenre lesz jó. Ami még ettől is fontosabb lehet, hogy ha már itt vagyunk, akkor tudjuk ezt a forgalmat logolni. És nem azon a szinten, hogy jött egy szín, illetve ment egy szín, és jött egy színak, vagy nem jött, vagy mi történt vele, ez kevésbé olvasmányos a későbbiek folyamán, hanem olyan szinten tudjuk ezt megtenni, hogy valaki valamilyen getet adott mondjuk HTTP-n, és arra mi jött válaszként, vagy milyen FTP parancsokat adott ki. Egyéb iránt arra is lehetőségünk van, erre egyébként lesz majd példa, hogy bizonyos protokollelemeket megszűrjünk, ha valamit nem szeretnénk engedélyezni. Talán a legegyszerűbb példa az, hogyha FTP-ről beszélünk, és azt mondjuk, hogy bárki bármit töltögethet lefelé FTP-ről, ugyanakkor azt nem engedjük, hogy bárki bármit töltsön fölfelé FTP-re. Ez még viszonylag könnyű úgy megvalósítani, hogy az összes olyan FTP-s protokollelemet, ami a szerverre való írást támogatja, azt egész egyszerűen kiszűrjük, azt nem engedjük, és pont. Innentől kezdve a problémánk megoldódott. Ezen kívül egyébként módosítani is lehet a protokollt, mondjuk lelkesen hamisítgathatjuk például a user agentet, hogyha nekünk erre ingerenciánk van. Ami mondom ebben az egész történetben a kulcsmomentum,
az az, hogy mindezt applikációs szinten tehetjük meg, tehát a legfelső szintű protokollban tudunk ilyeneket kiváltani. Na, és akkor ezzel el is érkezünk körülbelül egyébként a következő témához. Information leak prevention, hát ezt mostanában viszonylag gyakran emlegetik, itt nem teljesen pontosan azt értem alatta, vagy értendő alatta, ami úgy nagyon nagy általánosságban, de akkor lássuk a konkrét példát, vagy példákat. Tehát ugye elképzelhető az a helyzet a hálózatunkban, és viszonylag gyakori is, hogy egyes kliens programok olyasmiket árulnak el a szervereknek, amit mi igazából nem akarnánk a tudomásukra hozni. Én személy szerint, mint meglehetősen paranoid ember, azt gondolom, hogy a szervernek a világon semmi köze sincsen ahhoz, hogy én milyen típusú brózert használok. Az az én problémám, az meg, hogy ő jó weblapot tudjon generálni, az meg az ő problémája, ugye hogy az angol kifejezést tartja, do not make your problem to my problem. Tehát én ezzel nem kívánok foglalkozni, hogy a szerver a maga problémáit hogy oldja meg. Én minden esetre nem kívánom az orrára kötni azt, hogy milyen klienssel mentem felé. Nyilván a szerverek vagy a kultúrált szerverek esetében ez kevésbé problémás, de a kultúrálatlanabb szerverek ugye megpróbálhatnak azzal visszaélni, hogy a nagy sikerű Internet Explorer 6.0-as valamelyik hibáját megpróbálják triggerelni. Ez persze csak egy példa, mondjuk szintén a HTTP-ben a referer site lehet egy másik ilyen példa, ahol igaz lehet az, hogy a saját belső intrawebes weboldalainkról ugye mutatnak ki linkek az internetre. Ugye maga a böngésző ezt a referer site-ot elárulja ugye a szerver felé. Ezzel gyakorlatilag begyűjthető az az információ, hogy a mi belső hálózatunkban milyen szerverek vannak. Holott ehhez magának a szervernek a világon semmi köze sincsen. Hasonlóképpen igaz ez egyébként az Original Host és a Proxy Information esetén, ezekhez megint csak az én véleményem szerint semmi köze sincsen a szervernek. Ugyanaz igaz egyébként, vagy hasonlóképpen igaz az SMTP protokoll esetén is, ahol megint csak a kliens és a szerver host az, ami automatikusan gyakorlatilag eljut a szerver felé, amit mi nem feltétlenül akarunk. Na hát akkor eljutottunk a nagy kedvencemhez, az interoperabilitáshoz, amit most elsőre ki tudtam mondani, úgyhogy ennek nagyon örülök. Mi az, amit ebben a kategóriakörben tudunk? Ez egy nagyon érdekes történet annyiban, hogy ha és amennyiben szükségünk van ezekre a feature-ökre, amik itt fel vannak sorolva, akkor nagyon szükségünk van rájuk, ha nem, akkor meg nem. Ritka esetek, csak ha megszorulunk, akkor nagyon kellenek. Az ORF képes arra, hogy a kliens és a szerver oldalt szétválasztja, ezt minden esetben meg is teszi. Gyakorlatilag nincs közvetlen kapcsolat a kliens és a szerver között. A kliens minden esetben a ZORP-al beszélget, még ha azt is hiszi transzparens esetben, hogy ő a szerverrel beszélget, ez a világon nincs így. Ő a ZORP-al beszélget senki mással, a ZORP pedig beszélget a szerverrel. Hát ettől persze nem teljesen függetlenül, a kettő között azért szokott erős korreláció lenni. Na most például a HTTP esetben megoldható az, hogy a kliens oldalon nem transzparens szolgáltatást üzemeltetünk, a szerver felé meg transzparens módon beszélgetjük a HTTP-t, ha olyanunk van egyébként, akkor még fordítva is. Elképzelhető az is, hogy valamelyik irányba SSL-t beszélünk, a másik irányban nem. Ennek már valamilyen több a gyakorlati haszna, elképzelhető valami olyan kliens, ami viszonylag régi módi és kevésbé barátkozik az SSL-lel, viszont nekünk ezt valamilyen módon használunk kell. A belső hálózatunkban még csak-csak eltűrjük azt, hogy titkosítatlanul forgalmazza adatokat, de hát ugye a széles internetbe titkosítás nélkül nem nagyon engednénk ki. Akkor azt mondjuk, hogy hát akkor befelé titkosítatlanul beszélünk, kifelé viszont a titkosított csatornát használunk. Protocol feature filteringen mi értendő? Mondjuk például igaz az, hogy meg tudjuk oldani az SMTP protokoll esetében azt, hogy a szerver állítja ugyan magáról, hogy ő tud start élest, de mi a kliens felé azt mondjuk, hogy mégsem. Mire jó? De pont az interoperabilitásra jó, elképzelhető az a szituáció, gyakorlatban már helyek közel láttam is hasonlót, hogy bizonyos verziójú kliens, bizonyos verziójú szerverrel nem igazán akart jól beszélgetni. Tehát ők megérezte a kliens, hogy ott van start éles, ennek nagyon megérült, mondott is egyet, aztán utána már kevésbé lett jó.
Ezzel a megoldással meg tudjuk azt csinálni, hogy bár a szerver azt állította, hogy ő startélest, mi már a kliensnek azt állítjuk, hogy a szerver mégsem tud startélest, akkor a kliens nem akar ilyet küldeni, a szerver nem akar erre válaszolni, és mindenki boldog marad. Ugyanez igaz egyébként mondjuk a protokoll verzióknál is, hogyha és amennyiben mondjuk befelé SSL V2-t, kifelé SSL V3-at akarunk beszélni, vagy fordítva, akkor ezt egyébként meg tudjuk tenni. Mondom, ezek elsőre talán kevésbé életszerűnek tűnnek, meg nem egy gyakori felhasználás, de ha szükségünk van rá, akkor az a szükség általában égető. A már említett content filtering. Itt most alapvetően három példát hoztam fel. Nyilván a három legkézenfekvőbb példa az, ami itt szerepel. Nyilván lehet vírus szűrögetni, ha valakinek olyanja van spamelt meg URL-t. Igaz az, hogy független attól nyilván, hogy ez egy GPLS termék, külső eszközként pontosan azt használunk vírus szűrésre, meg spam kergetésre, ami nekünk tetszik. Ha éppen proprietary szoftverrel vagyunk erősen megbarátkozva, akkor azt, ha valamilyen open source megoldást választottunk, akkor azt. Audit. Mindaddig, amíg minden rendben megy, addig senki nem gondol az auditra. Minek? Tehát felmerülhet joggal a kérdés, hogy végülis mi a bubánatnak az nekünk. Semmire nem jó nekünk egy audit log, csak arra, hogy meglehetősen nagy logfájlokat termeljen, aztán azokat ugye mentegetni is kell, meg sok helyet foglalnak, meg mindenféle baj van velük. Ugyanakkor, ha beüt a krach, na akkor van rá nagyon nagy szükségünk. Egy életszerű példa. FTP szerver üzemeltetésén, ami ugye még mindig viszonylag népszerű azzal együtt, hogy vannak komoly biztonsági problémái. Egy ilyen szerver üzemeltetésénél egy ügyfél állította, hogy a felelősség elsőként mindig nálunk van. Ugye az ügyfélnek kell tudni bizonyítani azt, hogy mi történt magában a rendszerben, milyen problémák, milyen okokra vezethetőek vissza. Ebben azt hiszem, hogy nagyon komolyan tud nekünk segíteni maga az ORP és annak az audit lehetőségei. Egyrésztről mondjuk a HTTP-nél akarjuk használni, akkor remek jól lehet látni azt, hogy ki milyen oldalakat nézeget. Erre egyébként mondjuk számos egyéb megoldás is létezik. Ugyanakkor FTP-nél az már talán kevésbé igaz, és SMTP-nél, mert POP3-nál talán még kevésbé igaz. Főként egyébként, hogyha maga a szerver nem a mi birtokunkban van. Tehát mindaddig nyilván, amíg mondjuk mi üzemeltetjük azt a postfixet, amivel a levelezés folyik, hát annak is megvan a maga logja, tehát pontosan tudjuk, hogy mi történik. Igazából akkor kerülünk nehéz helyzetbe, a szervert nem mi üzemeltetjük, viszont elérést kell hozzá biztosítanunk, plusz meg kell tudnunk mondani azt, hogy mi az, ami történt. Flexibilitás. Erről is esett már néhány szó korábban. Leginkább abban nyilvánul meg a rugalmassága szerintem az ORT-nak, hogy Pythonban konfigurálható, tehát minden, amit Pythonban meg lehet valósítani, azt gyakorlatilag meg lehet valósítani. Például meg lehetne azt is csinálni, hogy az AnyPy proxy-t felhasználva, utána Pythonban próbáljuk meg a HTTP protokollt értelmezgetni, és akkor összerakunk Pythonban egy HTTP proxy-t. Én ezt mondjuk személy szerint senkinek nem ajánlom, főképp azért, mert ez C-ben már készen van, de lehetőség az éppen pont van rá. Ha valakinek valamilyen obskurus protokollal kell tudnia garázdálkodni, akkor viszont nagyon jól tud jönni. Van valamilyen applikáció, ami nem egy széles körben elfogadott protokollt beszél, ugyanakkor a protokoll leírás számunkra adott, akkor meg tudjuk azt tenni, hogy ezt a protokollt tudjuk ellenőrizni, és ezt ki tudjuk kényszeríteni, ha erre szükségünk van. Ezek segítségével nyilván testre szabott proxikat tudunk írni. Illetve hát nyilván a testre szabásnak nem feltétlenül kell ennyire masszívnak lennie, elképzelhető az is, hogy csak néhány apró változtatást teszünk a már meglévő proxikhoz. Remek! Sok beszédnek azt szokták mondani, hogy sok az alja, úgyhogy most így az elméleti részén a történetnek tovább is lendülnék, és akkor lássuk, hogy néz ki ez a gyakorlatban. Barátjunk a YouTube. Mi az, amit látunk itt a képernyőn? Én mondjuk kevesebbet, mert itt a közel a táblához nem annyira jó, remélem ti egy picit többet. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy Amazon egy kliens, ez itt egy szerver,
ez pedig egyéb iránt a tűzfalnak a lógia. Most hogy lehet tudni az ábrát élvezni? Az ábrá úgy élvezendő, hogy itt a kliens nagyon próbálkozik elérni egy FTP szervert, ez nagyon sikerül is neki, legalábbis az első esetekben még egészen jól megy. Látszik is a logban egyébként, hogy be tudott jelentkezni, meg mindenféle okosságokat tudott csinálni. Aztán a következő körökben már úgy tűnik, hogy nem nagyon megy neki ez az elérés. Ennek roppant egyszerű egyébként az oka, mégpedig az, hogy olyan parancsot próbál kiadni, ami a szerveren írást eredményezne, és az ORP ebben az esetben úgy van konfigurálva, hogy ezt ne engedje. Ez egy meglehetősen széleskörű igény, ezért aztán senkinek nem kell magának nekirugaszkodnia, és akkor összeszednie az RFC-ből, hogy milyen olyan kommandok vannak, amik írást csinálnának. Erre adott egy kész saját proxy-t, de ezzel nem kell törődni, úgy hívják, mert bármi meglepő is, hogy FTP read only. A szerver logjában egyébként aztán látszik is, hogy még így eleinte nagyon barátkozik azzal, ami itt történik itt a forgalomban, és később már egy komoly problémákat észlel, és ezeket az 500 Error Parsing Answer című válasszal jutalmazza, ami nem biztos, hogy a legszofisztikáltabb megoldás, lehet, hogy ennél valamilyen kulturáltabbat is mondhatna, de ez az, ami egyébként a kliensek számára általában meg szokott felelni. A kliens oldalon, ahogy látszik is, egyébként nem feltétlenül a legjobb hibaüzenetet kapjuk, tehát ebből önmagában nem derül ki, hogy a tűzfal az, aki ezt a műveletet megakadályozta, de maga a cél végül is teljesül, vagyis olyan parancsot nem sikerül átjuttatni a szerver felé, amit mi nem akartunk. Egyébként itt látszik is a szerver logjában, hogy míg az első próbálkozások azok így megjelennek a logban, a későbbiek már nem. Tehát azok a tűzfalon elakadnak. Tehát a tűzfal az az utolsó pont, ahol ez a hálózat, egészen pontosan a tűzfalnak a kliens felé eső oldala az az utolsó pont, ahol ez a forgalom megjelenik. Az Information Leak Prevention kategória körben a már említett User Agent átütése az, ami itt példaként látható lesz. Fogjunk kedvenc browserünket, a V3M-et, ha valakinek más a kedvenc browser, az mélyen elítélendő, és megpróbáljuk vele a szervert elérni. De a szerver logjában látszik is, hogy valaki itt jött valami V3M-mel. Kicsit később megpróbáljuk ugyanezt linkszelést, csak hogy a varázslat így egyértelműbb legyen, mert bármilyen hihetetlen kiírja azt, hogy links. Na most, ha magát az URL-t egy picit másképp fogalmazzuk meg, akkor ez már is azt eredményezi, hogy maga a user agent, mert az ő az picit átalakult. Nyilván a mai user agent az mondjuk kevésbé értelmes, és mondjuk a széles internetben kevésbé ismert, mint webböngésző, de ha találunk, van valami jobb ötletünk, mondjuk például oda hazudhatjuk az operát, vagy ad abszurdum, ha még van ilyen weboldal egyéb iránt, aki így háklis, és kifejezetten mondjuk Internet Explorer-t, vagy akár Firefox-ot, de annak valami kellően alacsony vagy magas verzióját szeretné, de mi konkrétan tudjuk, hogy amúgy az összes többivel is remek jól működik, akkor azt tudjuk tenni, hogy behazudjuk a szervernek azt a kliens verziót, amit ő jó, elég jónak érez ahhoz, hogy működjön. Egyébként az összes többi is nyilván nagyon jó, csak ő ezt nem érzi eléggé jónak. Interoperabilitás. Na, itt egyszerre két példa lesz látható. Kis csellel. Elsőre lekértünk egy SMTP szerverről egy feature listát, amiben egyébként szerepel a már említett start TLS. De nem sokáig. Ha és amennyiben úgy állítjuk be az ORP-unkat, hogy egy SMTP proxy-t használunk, és a kliens felé azt mondjuk, hogy nincs titkosítás, a szerver felé meg azt mondjuk, hogy SSL van, akkor tulajdonképpen értelmetlenné válik az, hogy a start TLS-t átengedjük, mint feature-t, hiszen a kliens számára semmi értelme azt mondani a start TLS, mert nála a titkosítást nem akarjuk engedni. A szerver felé mondani start TLS-t egy SSL-en belül meg aztán végképp értelmetlen. Így ezen beállítások esetén teljesen automatikusan szűrődik ez a feature.
ez aztán látható is itt a kliens oldalon. Hogyha a kliens egy ilyen típusú beállítások mellett egy SMTP proxy megy keresztül, akkor abban egyebek mellett a start TLS feature-nek sincsen se híre, se hamva. Tartalomszűrés. A nagy kedvenc. Próbáljunk vírust szerezni az internetről. Ez nagyon könnyű feladat, főleg, hogy van erre egy EIKR-kom. A vírust meg is szereztük, ott megcsodálható. Ez mondjuk kevésbé jó, bár azt lehet mondani, hogy maga az EIKR talán nem annyira veszélyes, de mégis próbáljuk megcsinálni azt, hogy ez az EIKR mégsem menjen át. Akkor fogalmazzuk meg kicsit másképp a lekérést. Egyébként ez csak azért kell, hogy kontrasztot lehessen vonni, tehát így úgy vannak megalkotva a tűzfal szabályok, hogy egyik esetben így, a másik esetben úgy vannak beállítva a tűzfal szabályok. És itt látszik, hogy annak ellenére, hogy pont ugyanazt akartuk letölteni, ez most már kevésbé megy. Roppant szofisztikált weboldallal tér vissza az ORP, és közli velünk, hogy ez most kevésbé ajánlatos tevékenység volt, amit mi csináltunk. Cserébe legalább a logban is egyébként megjegyzi, hogy itt bizony egy EIKR vírust sikeredett találni, és ennek örömére utasítottuk vissza egyébként a kiírést. Ugyanennek a történetnek egy másik megfogalmazása látszik majd itt. Ez URL filter. Hát elsőre ugye minden nagyon szép és nagyon jó. A get ide megérkezett, a weboldal ide megérkezett, és remek jó logok prezentálódtak az ORP-nál. Ha picit másképp fogalmazzuk meg a kérést, akkor már is azt kapjuk, hogy ez nem jó. A szerverhez természetesen ugye semmi sem érkezett, hiszen mi már az ORP-nál azt mondtuk, hogy ez így nem, ezt így nem akarjuk, tehát a szerver felé teljesen felesleges is bármit kommunikálni, és akkor azt ugye a kliensünk felé visszautasítottuk, erről a logba tettünk is egy kedves megjegyzést. Audit. Azt láttuk, hogy azért a log alapvetően nem túl bőbeszédű. Egyéb iránt a ZORP logjának egy hat részre osztott verbozitie van. Amik látszottak logok, azok hármason történnek. Most a hatost már nem annyira ajánlom, nem is hat részre osztott, bocsánat, hanem kilencre. Csak a hat fölött aztán meg végképp nem ajánlom, mert akkor ott benn van támként a teljes forgalom. Nem annyira olvasmányos. Na most. Ez itt működik, ez is volt a céljunk, hogy működjön, tehát semmilyen korlátozást nem akartunk tenni. A szerveren látjuk is, hogy ott is mindkét alkalommal megérkezett. A különbség igazából abban áll, hogy az első kapcsolathoz körülbelül ennyi volt a logunk, míg a másodikhoz megnyertük azt is, hogy itt látszik az, hogy tulajdonképpen a kliens mit szeretett volna. Ugye ez lehet aztán a későbbiek során nekünk haszon. Egyrészt persze statisztikázhatunk, ha éppen szervert akarunk védeni, akkor akár ebből a logból is tudunk statisztikát csinálni. Másrésztről viszont, hogyha mondjuk például ugye FTP szervert védünk, ami a következő példa, akkor remek jól tudjuk bizonygatni azt, hogy lám, ott volt egy kellően jó törlési parancs, ami véget vetett az adott állomány életének. Avagy ha az ügyfél bizonygatja, hogy már pedig ő azt a fájlt megfelelő határidővel feltöltött, akkor mi tudjuk bizonygatni, hogy ha csak nem téved a rendszer óránk, akkor ő hazudik. Itt ugye elsőre egy ilyen viszonylag soványka üzenetet kaptunk arról, hogy mi történt. Másodikra viszont, amikor pont ugyanazt a kérést követtük el, akkor még ki is futott nekünk a log, és akkor itt végig megcsodálható, hogy mik voltak azok a requestek, illetve responsok, amik a hálózati forgalomban szerepeltek, tehát mit akart a kliens, és erre mit válaszolt a szerver. Kérés, válasz. Nagyon izgi. Flexibilitás. Na, most lássuk, mi történik. Szokásos felállás, kliens, szerver és a log. Nagyon jó, minden szépen működik, ahogy ezt elvártuk tőle, és akkor futunk még egy kört, és meglátjuk, hogy mi történik. Feszült izgalom,
Ki ismeri fel egyébként a poént a történetben? Költői volt a kérdés. Tehát az összes betű hirtelen nagy betű lett. Ez nagyon jó, talán kevésbé hasznos, de viccelődni például nagyon jól lehet vele. Ha egyébként valaki mondjuk megkívánja valósítani a Schmittify proxy-t, vagyis hogy az összes kételt egyenre cseréli, akkor megoldható. És akkor valami újfajta helyesírás szerint, de helyes tartalmat kapunk. Ellenben ez mondjuk így és ebben a formában talán kevésbé hasznos, de ha mondjuk például az adott oldalban az összes HTTP-t szeretnénk kicserélni HTTPS-re, aminek már sokkal több a gyakorlati haszna, mint hogy az LX számát variáljuk a contentben, akkor ez megoldható. És hirtelen az, ami HTTP-n linkelődött egy adott oldalról, az most már HTTPS-en fog linkelődni, ami nem haszontalan történet. És akkor a kedvencem, egyben az utolsó, az az SSL kibecsomagolás. Hát, aki meg van barátkozva az OpenSSL-lel, az most nagyon tudja élvezni ezt a parancsort. Aki kevésbé barátkozott meg az OpenSSL-lel, annak megpróbálom én elmondani, hogy körülbelül mi történik. Megpróbáljuk elérni a korábban már említett plug proxy-n keresztül az adott szervert, és megpróbálunk úgy keresztül menni, mintha az ORP-ot sem volna, akkor azt kapjuk, hogy ez úgy nagyjából sikerült, ugyanakkor mivel, hogy ott egy self-signed certificate van, ez úgy kevésbé tűnik jónak. Se baj, akkor próbáljuk meg még egyszer, itt látszik egyébként az issuer, hogy ki volt az, aki ezt a certificate-et kibocsájtotta, akkor megpróbáljuk még egyszer körülbelül ugyanezt, csak egy HTTPS proxy-n, vagyis egy olyan proxy-n, ami HTTP-t beszél úgy, hogy mindkét oldalon tudja bontani és újra csomagolni a titkosítást. Megpróbáltuk azon keresztül is. Ami a trükk a történetben, hogy nem túl elítélhető módon megváltozott az issuer. Ha olyat is tudnánk, hogy az issuer nem változik meg, na az nagyon jó lenne. Én például nagyon meg tudnék belőle gazdagodni. Tényleg remek jó ötleteim vannak, hogy hogy csinálják olyan wifi-s elérést, ami nagyon nyitva van cserébe, aztán pont olyan certificate-et mutat a kliens felé, amiről a kliens azt hiszi, hogy az a banké. Onnantól én ugye kibontottam az SSL csomagást, logba lementem a jelszavakat, és utána nekem nagyon jó lesz. De ezt sajnálatos módon nem tudjuk. Az eredeti certificate-hez valami nagyon hasonlót tudunk előállítani. Nem ugyanazt, de nagyon hasonlót. Az eltérés körülbelül egyébként az issuerben fog látszódni a kliens felé. Most ezt ugye értelmesebb brózereknek azért ez így felszokott tűnni, és akkor lelkes ablakokat szoktak feldobálni arra vonatkozólag, hogy ez most nem annyira biztonságos. Amire persze a userek 99%-a, mivel hogy maga a weboldal nem érhető el, azt mondja, hogy akkor mégis inkább azt szeretném, hogy bár nem biztonságos, de érjük el. De ez most mindegy. Ha viszont itt az utolsó parancsort is megnézzük, akkor azt lehet találni, hogyha nekifutunk egy körlel, és megadjuk azt a CL certificate-et, amit a tűzfa használ felénk, akkor így hirtelen biztonságossá tehető a kapcsolat. És ez még ugye elsőre nem tűnik olyan nagyon jónak. Hogy lesz ez mégis jó? Úgy lesz ez jó, hogy maga az ORP úgy működik, hogy a szerver oldali kapcsolat kiépítésekor elkezdi azt vizsgálgatni, hogy a szerver milyen certifikátet mutat felénk, az mivel van aláírva, és így tovább, és így tovább. Erre egyébként számos beállítás tehető, hogy ezt most milyen vizsgálja. Vizsgálja egyáltalán, szeresse, ne szeresse, mikor mit utasítson vissza. És ennek az eredményeképpen egyébként hoz egy döntést, hogy vagy engedi ezt a kapcsolatot, vagy nem. Ha nem engedi a kapcsolatot, hát akkor ugye az SSL ellen nincs mit tovább foglalkozni, akkor a kliensnek megjelenik, hogy hát ez most nem annyira sikerült. Mi van akkor, hogyha úgy döntünk, hogy ezt a kapcsolatot engedélyezzük, akkor még mindig két út létezik az ORP beállítások szerint legalábbis számunkra. Az egyik út az, hogy egy olyan CA-val aláírt certificate-et mutatunk a kliens felé, amit megbízhatónak tekintünk, és van egy olyan út, amikor egy olyan certificate-et mutatunk, ami egy olyan CA-val van aláírva, amit nem tekintünk megbízhatónak. Miért jó ez? Azért jó, mert magán az ORP-on mi dönthetjük el, hogy mi az, amit biztonságosnak tekintünk, és mi az, amit nem tekintünk biztonságosnak a széles internetben. Tehát függetlenül attól, hogy
az adott szervernek egyébként olyan certifikátja van, mondjuk, ami self-signed, vagy olyan certifikátja van, ami olyan céljával van aláírva, amely célja egyébként a kliensekben nem szerepel, mi ezt a kapcsolatot is tekinthetjük megbízhatónak, és adhatunk vissza olyan certifikátet, amit nyilván a kliens önmagában nem tud jónak tekinteni, csak azután, hogy beimportálta azt a célját, ami ennek a certifikátnak a kibocsátásához volt szükséges. Tehát gyakorlatban, hogyha a Firefoxban a tűzfalnak, a tűzfal céljának publikus részét beimportáljuk a Firefoxba, akkor el tudjuk érni azt, hogy ugyan tűzfal mögött vagyunk, de a kliens teljesen nyugodt, soha nem tovább ilyen lelkes ablakokat, amikor nem feltétlenül szükséges. Akkor és csak akkor figyelmeztet minket a problémára, hogyha magán a tűzfalon lévő szabályrendszer erre tulajdonképpen utasítja. Ezzel körülbelül az előadás végére is érkeztem, kivéve, hogyha valakinek így kérdése lenne az elhangzottakkal kapcsolatban. Parancsolj! Már akkor leszünk, hogy proxyról beszélünk. Van bármiféle volt, például nem IP, a Google felhasználó azonosítás, hanem felhasználó név, vagy egyéb, ami mondjuk emberhez kötött és nem néphez. Szabályok kialakítása, illetve alkalmazása. Többféle megoldás is van egyébként erre. Egyrésztről, ha olyan protokollt használsz, amiben egyébként közlekedik felhasználó név, mondjuk például ugye a HTTP-ben ez lehet egy mód, akkor erre tudsz szűrést tenni. Tehát tudsz olyan HTTP proxyt írni, amiben erre vonatkozólag teszel kitételeket. Másrésztről a cégnek van erre egy másik megoldása is, amikor a feltelepítendő egy kliens minden egyes gépre, és ott a klienssel kell autentikálni magát a felhasználónak ahhoz, hogy egyáltalán az internethez hozzáférjen. Ez viszont a GPL verzióban nincsen benne. Köszönöm. További kérdés? Igen? Korábban beszéltem az Andrew-val kollégát a vonatkozással kapcsolatban. Bocsánat, nem, hallásom nem tökéletes. Igen? Hát itt de gyakorlatilag az OR a syslogba logol, ezt tudja, és hogy aztán persze azt a syslogot kiolvassa, és magával az ott beérkező üzenetekkel mit csinál, az már egy másik történet, az OR-tól teljesen független. Itt ugye syslog NG van hozzá, de bármi más is lehetne, de az OR alapvetően syslogba logol. Egyéb kérdés? A kedvencemet senki nem teszi fel. Szomorú vagyok. Senki nem akar IPv6-ot átvinni? Nem? De ez akkora hype, akkora hype. Megírták az Indexen. Senki nem olvasta? Elfogyott az IPv4. Tényként. Már megint elfogyott az IPv4. Azt kell mondjam, hogy jelen állapotában az OR majdnem alkalmas IPv6 átvitelére. A hangsúly sajnos a majdnemen van, viszont folyik a fejlesztés. Én már láttam IPv6-ot átmenni rajta. Szóval labor körülmények között láttunk olyat, hogy IPv6 futott keresztül az OR-pon. Sőt, labor körülmények között olyat is láttunk, hogy az egyik oldalon IPv4 hálózat volt, a másik oldalon meg IPv6, és ilyet is láttunk már rajta átmenni. Remélem, hogy záros időn belül tudunk prezentálni egy GPL-es release-t, amiben ez megcsodálható lesz. Ha nincs több kérdés, akkor köszönöm szíves figyelmeteket!